köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Kismányoki székelyporta, szertartás és kókonyaszentelés. Figyelemfelhívás és elfogadás. Április 2-a az autizmus világnapja. Halálos baleset. Nem sikerült megmenteni a vétlen sofőr életét. Hagyományos, dalos locsolkodás. Lovaskocsival járták be Cikót. Nagyszombaton Jézus feltámadásának ünnepe alkalmából húsvéti vigília szertartás volt Kismányokon. Mészáros István címzetes prépost celebrálása után az ilyenkor szokásos ételszentelés következett a székelyporta udvarán. A magyarok nagyasszony a templomban a vigília szertartással és körmenettel kezdték meg Kismányokon a katolikus egyház legfontosabb ünnepét. Húsvétkor ünnepeljük Jézus Krisztusnak a feltámadását, ez a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe, amellyel egy időben véget is ér a nagybőjt. Évek óta mi bukovinai székelyek nem csak a saját településünkön, hanem így a nagyszombati nagymise után, illetve a körmenet után itt Kismányokon is összegyűlünk, és megszenteltetjük a húsvéti ételeket. Öröm számomra az, hogy nem csak innen Kismányokról, hanem környező településekről is eljöntek a bukovinai székely köröknek a képviselői. Szenteld meg ezeket a húseledeleket, tojásokat, kalácsokat, összes húsvéti ételünket és italunkat. A kismányoki székelyporta udvarán kókonya szentelés következett. Bukovinában akkor viszont tehát mindig azokat az ételeket fogyasztották, amit ugye megszenteltek, elhozták megszentelni, kókonya szentelésnek nevezzük, ugye, és így azt fogyasztották. A bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke elmondta, hogy mennyire fontos a hagyományaikat megélni és továbbadni. Ez a délután és este is erről szólt itt Kismányokon, ahová a környező településekről is sokan érkeztek. Az ENSZ 2007-ben nyilvánította április 2-át az autizmus világnapjává. A jeles esemény célja az, hogy a társadalom jobban megismerje, megértse és elfogadja az autista embereket. Az autizmus egy genetikai meghatározottságú idegrendszeri eltérés. A 2010-ben megalakult Esőmanók Tolna megyei Autistákért Egyesület az autizmussal élő gyermekeket nevelő családok érdekvédelmét és érdekképviseletét segíti sorstársi, érdekvédelmi, szakmai segítséget nyújtva számukra a nevelés, oktatás, képességfejlesztés és életvezetés területén. A mai szemlélettel már nagyon sokszor inkább a neurodiverzitást hangsúlyozzuk, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az idegrendszer állapota más, de ez egy természetes velejárója az emberi génállománynak, így ugyanúgy kell gondolkodnunk, és nagyon sok autizmussal élő meg is fogalmazza, hogy azt szeretné, hogyha ez a fogalom úgy kerülne be a köztudatba, mint hogyha valaki azt mondaná, hogy én balkezes vagyok, én nagyon jól tudok futni, én ezt tudom, én nekem az nem megy olyan könnyen, és hogy ez így vagyunk egészek. Az autizmussal élők számára többeknek nehéz a társas kapcsolódás, a szociális kommunikációs készségük eltérően fejlődik. A gondolkodásuk rugalmatlan lehet, így segítséget jelent számukra, ha mindennapjaikban átlátható keretrendszerben tudnak élni. Van sok olyan autizmussal élő, aki tehetséges. Valószínű azért, mert hogy tényleg picit máshogy látják a világot, és nem biztos, hogy olyan szemüveggel, mint mi, lehet, hogy részleteket sokkal jobban, sőt biztos, hogy sokkal jobban észrevesznek, és különböző területeken ez egy kimagasló képességet is jelent, mert nagyon bele tudják ásni magukat abba, ami az ő saját érdeklődésük, és lehet, hogy olyan összefüggést látnak meg, amit mi nem látunk meg. Úgyhogy mindig fontos is hangsúlyozni az autizmus kapcsán, hogy mi mit tanulhatunk tőlük. Az Esőmanók szervezete sokrétű munkát végez. Céljuk volt, hogy a közoktatási intézményekben szemléletformáló módon adjanak át ismereteket. A fiatalok számára különböző foglalkozásokat is tartanak. Azt láttuk, és látjuk most is, hogy a fiatal felnőttek, ha kikerülnek az iskolarendszerből, nagyon nehéz megtalálni akár a következő lépést, akár iskolát megtalálni, de a munkavilágában is nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni, ebben is jó lenne előrelépni. Vannak olyan fiatalok, akiknél ez nem elvárható, nagyon szeretnénk a későbbiekben, hogyha egy nappali ellátó intézmény is kialakulhatna.
Azon szexárdiak, akik ismerik az autizmus felejárait, többségében az elfogadás fontosságát emelték ki. Az átlagnál intelligensebb, okosabb, csak ezt nem tudja lekövetni vagy kontrollálni. Különleges bánásmódot igényelnek ezek a fajta gyerekek. Van különben az ismeretségi körömben ilyen gyerek. Az elfogadás azonban tömbek számára nehézséget okozhat. Nálunk azért van egy nem is olyan fiatal srác, ilyen 40-valahány éves, aki elég sok gondok a küzdés. A gyógyszerek hatására ugye különböző gyógyszereket kap, van amikor jobban van, egy-két évig is, utána meg nem. Tehát akkor mindenféle olyan dolgokat csinál, amit nehéz elfogadni a többi embernek. Az Esőmannók Egyesület április 6-án figyelemfelhívás céljából jótékonysági futást és kerékpározást rendez Szekszárdon, amit egy jótékonysági est követ majd. Szabadtéren elkerített borjú kalodák, továbbá egy farakás égett hétfő délután Tolna Némedi külterületén. A tűzoltók vízsugarak és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a keletkezett tüzet, amelyben 8 borjú is elpusztult. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat helyszíni szemlét hajtott végre. Tűz keletkezett továbbá egy lakóház tetőszerkezetében Nagymányok külterületén. Az esethez a bonyhádi hivatásos és a nagymányoki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik az érintett területet hőkamera segítségével átvizsgálták, az izzó részeket pedig a tetőszerkezet megbontását követően egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el. Fácánkertben az Árpád utcában egy családi ház melléképületének tetőszerkezete égett. A helyszínre kiérkezve egy D-sugárral a szekszárdi hivatásos és a tolnai tűzoltók közösen oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt. A hőmérséklet a 30,2 Celsius fokot is elérte hétfőn kora délután, így idén április 1-én volt az első hőségnap, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Hőségnapnak azt nevezik, amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladja 30 Celsius fokot. Az erre a napra vonatkozó korábbi meleg rekordot 1989-ben mérték, akkor április 1-én 27,7 fokot regisztráltak. Tolna vármegyében is jellemzőek voltak a 27-28 fokos átlagok. 17 közlekedési baleset helyszínén kellett a Tolna vármegyei rendőröknek intézkedniük a hosszú hétvégén, közülük egy halállal végződött. Fókuszba került az ünnepek alatt a szonda és a trafipax is. Igen, csak sűrű ünnepi hétvégén vannak túl a vármegye rendőrei. Már a hosszú hétvége első napján, pénteken is két baleset történt. Egy öcsényi férfi közlekedett elektromos segédmotoros kerékpárral, amikor jobbra kanyarodása során letért az útról és árokba hajtott. A férfi bukósisakot nem használt, a balesetben súlyosan megsérült. A szonda pozitív értéket jelzett, a motoros elismerte, hogy alkoholt fogyasztott a vezetés megkezdése előtt. A szombat azonban még tragikusabban telt. Szombaton délután Fadon közlekedett egy autós, aki a község területén nagy sebességgel egy előtte haladó autó előzésébe kezdett. Későn észlelte, hogy a tőle kb. 60 méterre lévő kereszteződésbe behajtott egy fűnyíró kis traktor, így fékezése ellenére az ütközést nem tudta elkerülni. Több 10 méteren maga előtt tolta a fűnyíró traktort, az azt vezető férfi a balesetben súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították, később a baleset következtében szerzett sérülései miatt elhunyt. Ugyancsak szombaton este Szekszáron a Tarcsai utca és az 56-os főút kereszteződésében történt baleset. Egy autós kikanyarodott a főúton balról érkező kocsi elé, ezért összeütköztek. Az egyenesen haladó autó utasa súlyosan sérült a balesetben. Húsvét vasárnap szintén súlyos sérüléssel járó ütközés helyszínére kellett kiérkezniük a rendőröknek. Vasárnap délután a Decsi Szülőhegyi úton közlekedett egy autós Decs irányából az 56-os út irányába, amikor azt észlelte, hogy vele szemben az ő sávjába közlekedik egy segédmotoros kerékpár. Fékezett, illetve balra kormányzással megpróbálta az ütközést elkerülni, ennek ellenére frontálisan összeütköztek. A balesetben a motort vezető fiatalember életveszélyesen megsérült, ő jelenleg is kórházban van. Természetesen a szonda és a trafipax sem maradt el az ünnepi készenlétben. 15 itt a sofőrrel szemben intézkedtek, közülük 8-an közigazgatási bírságot kaptak, a másik 7 esetben büntető feljelentés készült. A gyorshajtók közül pénteken egy autós pörbölyön 50 helyett 132 km/h sebességgel közlekedett, amiért 390 000 forint közigazgatási bírság és 8 büntetőpont járt. Ezzel a sofőr ki is pontozta magát.
Ma éjfélig tart a lakásbiztosítási kampány, melyben az ügyfelek térítésmentesen felülvizsgáltathatják és újra köthetik szerződéseiket. Eddig csak nem 270 ezer szerződést megmozgató, ezzel az előzetes becsléseket is felülmúló kampány keretében átlagosan a minden tizedik magyar család lakásbiztosítása korszerűbbé vált. A Nemzetgazdasági Minisztérium céljainak megfelelően a biztosítók közti díj és szolgáltatási verseny kiélezetté vált, a szereplők aktívak. A legtöbben kedvezményes ajánlatokkal is igyekeznek meggyőzni a fogyasztókat. Az általános szakmai vélekedés szerint a kampánnyal sikerült a háztartásokat is megmozgatni. A rendszerváltás óta idén márciusban mérte a legalacsonyabb regisztrált álláskeresői létszámot a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, ami így több mint 3 évtizedes rekordot jelent, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A gazdasági aktivitás a korábbi hónapokhoz viszonyítva gyorsabb ütemben nőtt, a létszámnövekedés egy év alatt meghaladta a 60 ezret. Magyarországon a munkaerő tartalék mintegy 300 ezer főre tehető, a regisztrált álláskeresők számán felül közel 60 ezer inaktív található hazánkban. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint március 18-a és 24-e között 23.300 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentéséből. A betegek 40,5%-a gyerek volt. Kórházba 156 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 17-en szorultak intenzív ellátásra. Magabiztos sikert aratott a Tolna vármegyei első osztályú bajnokságban szereplő Dombóvár FC labdarúgó csapata. A Gárda a 6. fordulóban hazai pályán győzte le a Kakasd együttesét 5-2 arányban. A dombóváriak így jelenleg 12 ponttal a tabella 3. helyét foglalják el, őket a Bölcske és a Bonyhád csapata előzi meg. Úgy gondolom, hogy magabiztosan nyertük meg a mérkőzést, bár az elején nem kezdtünk annyira jól, de az első gól után ugye jött a következő, és hamar 4-0-ás vezetést tudhattunk magunk mögött, úgyhogy nagyon jól is játszottunk az első fél időben. Úgy gondolom, hogy még a rúgott gólunkon kívül is volt lehetőségünk arra, hogy illetve helyzeteket alakítottunk ki, tehát volt még lehetőségünk a rúgott 4 gólon kívül is. Dalos kis csapat vette hátára Cikót húsvét hétfőn. Hegedűvel, székely nótákat dalolászva élesztették fel a régi hagyományt, céljuk, gyökereik és szokásaik ápolása. Boldog húsvétot! Te is, Lexi? Boldog húsvétot! Hétfő reggel 7:30-kor indult útjára a cikói különítmény, hogy hagyományosan, lovaskocsival és vödörrel éltessék tovább a locsolkodás rítusát. Kis bátorítók után felcsendült a hegedűszó és útnak indultak. A szervezők elsősorban a fiatalokat próbálják bevonni a szokásba. A gyerekek is szívvel, lélekkel, mondom már hónapokkal ezelőtt elkezdtük a felkészülést, verset tanultak, énekeket tanulnak, és na, én azt merem mondani, hogy lesz belőlük, van jövője ennek, és fogjuk vinni, és szeretnénk is, hogy legyen, mert ugye az országban is már nagyon kevés van. Nem akárhogyan zajlott az esemény, bukovinai székely népdalokat énekelve, onnan származó locsolóverseket szavalva biztosították a lányok frissességét, és hogy ne száradjanak el. Már odafele is, a házak fele is már énekelgetünk a szekéren, vagy aki nem fér fel, az a szekér mögött. Mielőtt odaérünk, akkor egy ilyen megtervezett nóta van, ami a lányokról szól, azt elénekelik a gyerekek, apukák, és ott lesz egy locsolás. Mindig nagyon szép, ügyes kínálat van, ahova elmegyünk. Nem azért, mint hazom múlna, de látszik, hogy a fogadók is épp olyan szívesen tartják ezt a hagyományt, mint ahogy a locsoló gyerekek felnőttek. A rutinosoktól a legkisebbekig mindenki kivette a részét a menetelésből. A remek hangulatot minden pontnál kikészített italok és rákcsálnivalók biztosították, ha a hagyományőrzés tiszta szellemisége esetleg már csorbulni kezdett volna. Regionális híreink következnek. Mesterséges megtermékenyítés és a fényhatás. Pécsi kutatókat díjaztak. Hajózás. 2-2 új kompal és hajóval indult a balatoni szezon.
A határon túli magyarságért alapítvány húsvéti kiállítása. Keresztes Levente fafaragó alkotásai. Átadták a 32. Magyar Innovációs Nagydíjat a parlamentben. Elismerték a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, a PTL Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium és a Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont közös pályázatát, mellyel a mesterséges megtermékenyítés hatásfokának növelése és az embriók maximális védelme érdekében csökkenteni kívánták az ivarsejtek és az embriók káros fényterhelését. Mesterségesen megtermékenyített petesejtet vizsgálnak ebben a pécsi laborban. Még 2016-ban készült ez a felvétel. Ezután vezették be azt az újítást, amiért most Magyar Innovációs Nagydíjat kaptak pécsi kutatók. Lombik bévi eljárás kapcsán vannak olyan fázisok, amikor akár a petesejt, hímivarsejt, aztán a megtermékenyített és fejlődő embrió fénynek van kitéve. Már Edwards professzor, aki Nobel-díjat kapott ezért az eljárásért, felvetette, hogy a fénynek lehet valamilyen káros hatása az embriókra, és ő például zöld fényt javasolt, zöld szűrőt, zöld fényt, hogy ezzel védjük az embriót. A pécsi orvosok vizsgálni kezdték, hogy valóban milyen összefüggés van a fényhatás és az eljárás sikeressége között. A kutatásból kiderült, hogy negatívan hat a fény a mesterségesen megtermékenyített embriókra, azok fejlődésére. Ezért radikális lépésre szánták el magukat. 2017. március 1-én bevezettük azt, hogy amit lehet, sötétben végzünk az embriókkal, amit nem lehet, például a mikroszkópos munkát, mikroszkópos tevékenység áll, akár egyetlen hímivarsejt, petesejtben történő bevitelével kapcsolatban áll bizonyos egyéb manipuláció, ami mind a sikeresség záloga. Ott pedig vörös fényszűrőt alkalmazunk. Azért vörös szín, mert annak a hullámhossza okozza a legkisebb behatást a folyamatra. A fényhatás csökkentése növelte az élveszületések számát a Lombik programban. Korábban az embriók kétharmada nem született meg. A változtatás után csak egyharmaduk nem. Kevesebb lett a koraszülés, illetve egyes fejlődési zavarok is ritkábban fordulnak elő. A sikeresség növelése jelentős gazdasági hasznot is jelent évente, ezt külön kiszámították a szakemberek. Ha csak a magyar központban, minden központban alkalmaznák ezt az eljárást, ez több mint 10 milliárd forintos forrás megtakarítást tudna jelenteni a költségvetésnek. Azt gondolom, ez olyan, ami mellett nem lehet elmenni, de leginkább amellett nem lehet elmenni, hogy az embriók élvezzenek maximális védelmet minden eljárás során, például ezen eljárás során is. Budis professzor azt mondja, most, hogy az ő intézetükben bebizonyosodott ez az összefüggés, megerősítésként jó lenne, ha más központokban is vizsgálnák a fényhatás és a mesterséges megtermékenyítés közötti kapcsolatot. Hosszú távon pedig az lehet a cél, hogy a Pécsen kidolgozott vörös fényes eljárás mindenhol bevezetésre kerüljön. Kettő új komppal és kettő új katamaránnal indult el a 178. hajózási szezon a Balatonon. A magyar kormány összesen 6 milliárd forinttal támogatta a történelmi léptékű beruházást. Mehet a kötél. A szokásos módon, de már egy új hajón, a Tomajon indult a napasiófoki kikötőben. Sokan voltak kíváncsiak a Balatoni Hajózási ZRT 4 új hajójára. Sorban álltak az érdeklődők, hogy fotózkodjanak a két új katamaránnal és a két új komppal. A Tomaj, a Balaton, a Szántód és a Tihany igazi látványosság volt a siófoki kikötőben. Én már nagyon vártam, mert rég hallottam róla, hogy egészen Komáromból érkeztek ezek a hajók. Nagyon sokat járok a Balatonra, nagyon sokat szoktam kompozni.
Körpöly András már több évtizede hajózik a Balatonon. A Tomaj parancsnoka azt mondta, a hajó a modern berendezéseknek köszönhetően egyszerűbben irányítható. Letisztult maga a vezérés, a műszerezettsége is, és a modern tervezésnek köszönhetően kezelhetőbbé vált mindenféle műszer, berendezés, kormányzás, ami itt a hajóknál megszokott. Ez egy új stílus, ez egy modern, környezetbarát, új technika, nagyon jó vele dolgozni. A kikötőben meg is szentelték az új hajókat. A katamaránok mellett a 45 méter hosszú és a 11 méter széles kompok a Bahart eddigi legnagyobb befogadó képességű hajói, amelyek 120 utast, 24 járművet és 30 kerékpárt tudnak egyszerre szállítani. Az állami támogatással csaknem 6 milliárd forintból megvásárolt 4 új hajó újabb lendületet adhat a balatoni turizmusnak. A Határon túli Magyarságért Alapítvány húsvéti kiállítást rendezett. Keresztes Levente fafaragó alkotásaiból már tavaly is láthatott a közönség egy bemutatót. Ennek sikerén született Pécsen a Pannon Magyar Házban látható tárlat, melyet ünnepélyes keretek között nyitottak meg. Keresztes Levente alkotásai díszítik a Pannon Magyar Ház kiállító termét. Az erdélyi származású, de 25 éve Magyarországon élő művész a Kaptár Egyesület tagja, mely tavaly ünnepelte 35 éves fennállását. A szervezet a Baranyai Kézműves Egyesületek jelentős tagja. Keresztes Levente fafaragói művészete Magyarországon teljesedett ki, de az alapokat Gyergyó Szent Miklósról hozta. Igazából a művészet, vagy az, hogy így, Ilyen dolgok születnek, az maga egyszer a természetnek a szeretete is. Mert nagy többségében a virágok jelennek meg, vagy az életfa motivumok, és ez a természetnek a varázsa, vagy a felépítése. Hogy került? Utána ugye asztalos szakon végeztem, és azon is érettségiztem. Gyergyószentmiklóson születtem, ott is jártam minden iskolát, és 99-ben jöttem Pécsre. Már a tavalyi jubileumon is kint voltak Keresztes Levente alkotásai, melyek nagyon megfogták a szemlélőt, mondta Minorics Tünde, etnográfus. Természetesen az apropó, hogy kiderült, hogy a gyergyószentmiklósi születésű, ez egyértelműen indokolta azt is, hogy hát nagy örömmel meghívjuk ide, hiszen azért az alapítványunknak elsősorban az a célja, hogy a határon túli kultúrát közvetítse ide Pécsre, fordítva hozzon össze közösségeket, embereket, tudást, értékeket, az magyar örökséget. És hát Levente nem csak születésénél fogva, de hát az alkotásaival is képviseli ezt a fajta, tehát a magyar kultúrának azt a szeletét, ami gyönyörűen közvetíti a népművészet lényegét, formavilágát, formakincsét, a természetes anyagokhoz való viszonyát, a fa szeretetét, amit egyébként ő onnan hozott, oda született Gyergyószentmiklósba, és hát gyakorlatilag ott tanult meg mindent, amit a fáról tudni lehet. A fafaragó művész motívumkincsét tiszta forrásból meríti. Legyen az a székelykapu vagy a kopjafák formavilága, motívuma, hiszen csak így tud fennmaradni az örökség. Keresztes Levente itt szeretné a székely hagyományokat tovább örökíteni és igazából megélni. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Kismányoki székelyporta, szertartás és kókonya szentelés. Figyelemfelhívás és elfogadás. Április 2-a az autizmus világnapja. Halálos baleset. Nem sikerült megmenteni a vétlen sofőr életét. Hagyományos dalos locsolkodás. Lovaskocsival járták be cikót. Szerdán délnyugat felől fokozatos felhősödésre van kilátás. Délután elvétve gyenge zápor eső is előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, többfelé meg is erősödik. Éjszaka erősen felhős vagy borult marad az ég, szorványosan ekkor is számítani kell kisebb esőre, zápor esőre. A szél mérséklődik. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!